éreztem, hogy az első fél időben nagyon jól játszottunk, és teljesen a mi akaratunk érvényesült. Viszont utána kaptunk két nagyon elkerülhető gólt, amivel egy kicsit visszajött az Alegerszeg a mérkőzésbe, de utána is szerintem kontroll alatt tudtuk tartani, és meg volt a győzelem. Próbáltunk egy kicsit stabilabban középről megtalálni mögöttük a területeket. Ez hála Istennek az elején sikerült, és azt gondolom, hogy végig stabilak voltunk. Idei második bajnoki gólodat lőtted, az elsőhez hasonlóan ezt is az Alegerszeg ellen. Mit jelent most neked ez a találat? Hát örültem nagyon, hiszen most elég érdekes, két héten vagyok túl. Ugye volt megint betegség, minden összejött, és most örülök, hogy így tudtam azért visszajönni. Most már így a bajnoki mérkőzéseken nyomás nincs rajtunk, de azért mi nyilván nem engedtünk, hiszen tudjuk, hogy ott van a kupa döntő, amit meg szeretnénk nyerni. Így ugyanúgy készülünk, mint minden egyes mérkőzés előtt.